Sziasztok! Annyitálok, akkor látszanak a szlájdok. Ma a V8 Crankshaftról fogok beszélni. Először egy közérdekű bejelentés, hogy úgy volt, hogy a Midjourney egy új Java for iOS technológiáról fogok beszélni, de ez majd a novemberi meetupon az, úgyhogy akit érdekel, akkor is jöjjön. Lássuk is rögtön, hogy hogy néz ki a V8 belülről. Ugye onnan indulunk, hogy van egy JavaScript forrásfájlunk, és azt szeretnénk lefuttatni valahol. Minden normális fordító rögtön csinál ebből egy absztrakt szintaxis fájlt, vagy OST-t, és innen indulunk tovább. A legtöbb nem V8 JavaScript engine van egy interpreter, ami elindul a legelején, és értelmezi a JavaScript kódot, nem a natív kódot futtatja rögtön. A V8 nem ilyen, hanem mindenképpen rögtön natív kódot generál, és van két fordítója, amik összedolgoznak, hogy ez megtörténjen. Az egyik a full code gen, a másik pedig a crankshaft. A kettő között az a különbség, hogy a full code gen az bármit tud nekünk fordítani, tehát bármilyen JavaScript kódot, nagyon gyorsan fordít, viszont jó lassú kódot generál, tehát megvan a kód, csak éppen sokáig tart, amíg lefut. Van egy profiler szál, ami a háttérben fut, figyeli azt, hogy hogyan dolgozik ez a kód, amit sikerült lefordítanunk, és amikor úgy látja, hogy érdemes lenne az adott függvényt gyorsítani, akkor szól a crankshaftnak, hogy ideje lenne dolgozni. A crankshaft viszont nem tud bármit lefordítani, és lassan dolgozik, viszont amit végre elkészít, az utána jó gyors lesz. A crankshaft által lefordított optimalizált kódot azt ki tudjuk cserélni futás közben, akár a függvény futása közben arra, ami eredetileg futott. Ennek az az értelme, hogyha van mondjuk egy függvényünk, amiben van egy olyan ciklus, ami 10 milliószor szeretne végigfutni, a profiler észreveszi 10.000-nél, hogy hoppá, itt valamit kéne tenni, akkor nem kell azt a 10 milliós ciklust végigvárnunk, hanem közben egyszer csak hirtelen begyorsul a világ, és már a crankshaft által fordított kódunk fog futni. Viszont, hogyha megváltoznak a perem feltételek, amiket a crankshaft feltételezett, akkor elmenekülünk, visszamegyünk abba a lassú kódba, ahonnan indultunk. Milyen peremfeltételek vannak? Például feltételezi a crankshaft egy adott változóról, hogy mindig egy adott típusú lesz, és így tud gyorsítani. Hogyha ez a programozó okossága miatt nem teljesül, akkor utána visszaesünk a lassú üzemmódba. A crankshaft belül két különböző belső reprezentációt használ, a hidrogént és a lítiumot. A hidrogén az egy magas szintű, igen, és vigyázni kell, hogy nehogy összeengedjük őket, mert akkor problémák lehetnek. A hidrogén az egy magas szintű köztes reprezentáció, ami még platformfüggetlen, tehát minden platformon ugyanaz, és inlininghoz használjuk, illetve a különböző ciklus invariáns kódoknak a kimozgatásához, a közös kifejezéseknek a kiszámításához, és így tovább. Ezután, miután a hidrogén gráfon már végrehajtottuk az összes optimalizációt, amit tudunk, átkonvertáljuk az egészet a lítium reprezentációra, ami egy alacsony szintű platform függő, tehát ARM-ra, MIPS-re, x86-ra különböző reprezentáció, és itt történik meg a regiszter allokáció, illetve egyéb optimalizációk, mint hogyha tudjuk, hogy biztos nem fog egy adott művelet túlcsordulni, akkor nem küldjük ki a túlcsordulás ellenőrző kódokat. Milyen segédeszközökkel dolgozunk? Hát egyrészt van a D8, a debug shell, amivel egyrészt tudjuk követni, hogy mit csinál éppen a V8, van benne egy beépített disassembler, JavaScript debugger, amivel gyakorlatilag minden részét tudjuk figyelni az alkalmazásnak, illetve vannak ARM és MIPS CPU szimulátoraink, ami arra jó, hogyha egy beágyazott eszközre dolgozunk, akkor ne csak a céleszközön tudjunk, hanem
PC-n is, az a szimulált környezetben még mindig gyorsabban tudunk futtatni, mint a valódi eszközön sok esetben, illetve a szimulátornál tudjuk ilyen módosítani, mit csinálják az utasítások, vannak ilyen speciális break utasítások, amik a hardware-en nem azt csinálják, mint a szimulátorban, a hiba keresésnél jó, illetve nyilván a perfet tudjuk Linuxon használni, ami profilinghoz kiválóan használható. Köszönöm szépen a figyelmet, illetve hogyha még érdekel valakit, akkor azt is elárulom, hogy hogy lehet routeren futtatni a V8-at. Köszönöm szépen. Igen? Hol lehet találni, tudja, hogy létezik olyan jó pattern, amitől nagyon gyors lesz a sarkáncsak, majd nagyon szeretni fogja a kódunkat? Hát, ami fontos, ez mondjuk az összes fordítóra igaz, de a JavaScript-re különösen, mivel a JavaScript ugye olyan nyelv, amit nehéz gyorsan lefuttatni, hogyha bármit engedünk. Ez azért van így, mert ugye a típusok azok dinamikusan megállapítottak egy változónál, tehát nehéz, a fordító alapesetben nem tudja azt optimalizálni, hogy milyen típusunk van jobb változóban, és ez ráadásul változhat, tehát hogyha a programozó olyan okos, hogy az x az egyszer egy szám, egyszer meg egy string, akkor a V8 az nem tud ezzel mit kezdeni, az mindig lassan fogja ezt a kódot futtatni. Viszont amikor tudja azt állítani, hogy az mindig egy integer lesz, ráadásul mondjuk kicsi integer, akkor onnantól azt tudja, hogy az be fog férni neki egy darab processzorregiszterbe, és onnantól azt a processzorregiszterbe fogja ezt a változót tárolni. És, bocsánat, csak ide visszatérve, tehát hogy oké, hogy nem változtatunk szám és string között, de mondjuk szám és null, vagy null és... De az is már egy másik típus, tehát... Az már egy másik típus. Az is már egy másik típus. Aha. Igen? És erre problémára csináltak a Firefoxosok az első. Igen, ez jó kérdés, hogy az én legutóbb most azt hallottam, ilyen, hogy pletyka szinten, hogy lesz, nem tudom, hogy tényleg készül-e, mert amikor először felvetették a fejlesztő listán, hogy de jó lenne, hogyha a V8 is tudná, akkor a V8 fejlesztők így első körben azért elzárkoztak előle, de ez könnyen lehet, hogy változni fog, tehát látunk már ilyet. Úgyhogy lehet, hogy ez, nem tudom, mindenki tudja, hogy mi az az alsempont.js? Ki az, aki nem tudja? Jó, tehát akkor az alsempont.js ez a Mozilla irányából érkezik, az engine, tehát a Mozilla-nak a JavaScript engine az már tudja, ez tulajdonképpen egy a JavaScript nyelvnek egy részhalmaza, ami arra van optimalizálva, hogy gyorsan lehessen futtatni, pont gyakorlatilag ilyen assembly jellegű kódokat lehet benne írni. Ez például arra jó, hogy C++-ban írt programokat átfordítsunk JavaScript-re, és utána ne legyen nagyon lassú. Van is egy ilyen fordító, ami ezt lehetővé teszi. És ilyen Unreal Engine és társai azok már így elég szépen futnak böngészőben, és ezt ezzel oldják meg. És azért, hogy ez ne legyen lassú, ez valójában ez a fordító, ez az alsempont.js subsetjét generálja a JavaScript-nek, ami pont úgy dolgozik, hogy azt gyorsan lehessen futtatni egy JavaScript-en. Igen? Tehát mondjuk, hogyha teszem azt, van egy olyan nyelv, amely JavaScript-re kompájlódik, akkor lehetne olyat csinálni, hogy V8-ra optimalizálni, hogy ilyen crankshot specifikus hackereket rakunk bele, meg a Firefox Engine-re csinálni, mondjuk az M-scripten, meg ilyen általános ilyen kompájlódik, mennyire csinálják. Hát az Enscripten-ről beszéltem az előtt, az Enscripten az alsempont.js-t fogja használni, tehát arra fog optimalizálni. Ez egy kicsit is ezt csinálja. Tehát ez konkrétan az alsempont.js-re, mert azért lett ez kitalálva. Persze tehát az alsempont.js egy nagyon alacsony szintű, tehát például csak fix méretű tömböket tud kezelni, nem egy olyan, amit az ember
a normál webfejlesztés során tud használni, hanem tényleg csak ilyen fordítóknál, amikor JavaScript-et célzom. Igen? Jól értettem, akkor van egy ilyen, hogy akár végtelenszik is veszek bele, akkor gyorsabban fog ezek szerint közítik. De most csak viccelődik, tehát mi történik ilyenkor, tehát észreveszi a rendszer? Hát figyeli azt, hogy egy adott függvény már hosszú ideje fut, vagy egy adott, akár egy adott ciklusomról észre, hogy az a ciklus az már sokszor lefutott, és ezt érdemes lenne optimalizálni. És a háttérben egy másik szálon a crankshaft elkezd dolgozni, és szépen lefordítja. Elkészül az új kód a memóriában, hogy ez egy másik memória területen lesz, mint az eredeti legfutó kód, és utána egy alkalmas pillanatban gyakorlatilag a stack-en kicseréli ezt a konkrét lezene, vagy on stack replacement, tehát kicseréli, hogy az új kódra mutasson, ne pedig a crankshaft kódra mutasson az adott függvénynek a belépési pontja, és nem csak a belépési pont, hanem belül is átállítja, hogy mintha eddig is a crankshaft-es kód futott volna. És onnantól kezdve már azt kezdi tovább futtatni a ciklust. Igen, ott hátul. Bocsánat, azt hallottam, hogy egy szál vagy több szál, nem volt az elég. Már az valsem pont ilyes, vagy... Az működik persze. Azt használja a háttérben. Ezzel nincs semmi probléma, az már most is használja. Jó. Köszönöm szépen akkor a figyelmet.